Izgatottan érkeztek délelőtt a Jókai Mór Református Általános Iskola elsős diákjai a Laborkaféba, hogy részt vegyenek a 24 óra vers címet viselő rendezvényen a Magyar Költészet Napja alkalmából. 3 évvel ezelőtt rendeztük meg először a Magyar Költészet Napján a 24 óra vers című programunkat, aminek keretében 24 órán keresztül verselünk online és offline egyaránt. Ez azt jelenti, hogy április 11-én 0 óra 1 perctől 23 óra 59 percig várjuk a helyi közösséget, akiknek azon tagjait, akik szeretnék megosztani kedvenc versüket, úgyhogy ők maguk elszavalják. A gyerekek az ajándékcsoki elfogyasztása után Móra Ferenc versét, a Zengő ABC-t adták elő. Suhog a sok sasmadár, szilva fára szarka száll, tücsök talon hegedül, tyúk az árkon átrepül. A kicsik többek között az ilyen programoknak is köszönhetően nem csak az iskolában olvasnak szívesen. Én szoktam inkább olvasni, mert hogy legfőképp a boltok címét, meg olvasok egy könyvet, és szeretek olvasni. A kisfiúk pedig inkább az autós témájú meséket és verseket olvassák. Egyszer elolvastam a Verdá 2-t, azt elolvastam, meg ezeket szeretem olvasni. Az idei 24 óra vers érdekessége, hogy már nem csak offline lehet csatlakozni az eseményhez, hanem az online közösséget is sikerült megmozgatniuk a szervezőknek. Lackfi János és Gaskó Balázs, a Magyar Televízió munkatársa is küldött videót a kedvenc verséről. Utóbbi egy Ady Endre költeményt választott, aki az egyik legtöbbet idézett költő évek óta. Ady Endrétől kezdve Lár Andráson át a saját versekig is előfordulnak, tehát egyre gyakrabban fordul elő az is, hogy valaki a saját versével érkezik, amit külön üdvözlünk persze. Átkelhetnek a Szarvas utcán. Az önkéntesek pedig egész nap verseket helyeznek ki a városban a 2015-ben indult Posztoly verset az utcára kampány keretében.